Második olvasmány, Melito, szárdeszi püspök húsvéti szentbeszédéből. A feláldozott bárány kiragadott minket a halálból, hogy eljussunk az életre. Sok mindent megjövendöltek a próféták húsvét misztériumáról, ami maga Krisztus, akinek dicsőség legyen örökkön örökké. Amen. Az égből a földre jött a szenvedő emberért, az emberi természetet magára vette a szűz méhében, és emberként jelent meg szenvedésre alkalmas testében, magáról vállalta a szenvedő ember szenvedését, megsemmisítette a testi szenvedéseket, halhatatlan lelkivel pedig megölte az ember gyilkos halált. Ő ugyanis úgy jött közénk, mint bárány, megöletett, mint bárány, és mint egykor Egyiptomból megváltott minket a világ rabságából, és megmentett a sátán rabszolgasságából, mint egykor a fáraó kezéből, tulajdon szent lelkével megjelölte a lelkünket, és tulajdon vérével testünk tagjait. Ő az, aki zavarba hozta a halált, és jajveszékelésbe juttatta a sátánt, mint Mózes a fáraót. Ő az, aki megölte a gonoszságot és terméketlenségre kárhoztatta az igazságtalanságot, mint Mózes Egyiptomot. Ő az, aki kiragadott minket a szolgasságból, a szabadságra, a sötétségből a világosságra, a halálból az életre, a zsarnokságból az örök királyságba, és új papsággá és örökre választott népé tett bennünket. Ő a mi üdvösségünk pászkája, akiben átmentünk a szolgasságból a szabadságra. Ő az, aki sokakban annyi sok mindent elszenvedett, ő az, aki Ábelben megöletett, Izsákban megkötöztetett, Jákobban vándorolt, Józsefben eladták, Mózesben kitették, a bárányban megölték, Dávidban üldözés szenvedett, és a prófétákban meggyalázták. Ő az, aki a szűztől testet öltött, akit keresztre feszítettek, eltemettek, és a halálból feltámadva felment a magas égbe. Ő a hangot nem adó bárány. Ő a megölt bárány, ő az, aki a szépséges báránytól, Máriától született. Ő a nyájból kiválasztott, leölésre elvitt, este feláldozott és éjszaka eltemetett bárány. Ő az, aki a keresztfán meg nem töretett, és a földben el nem porlatt. Ő az, aki feltámadt a halálból, és a sír mélyéből feltámasztotta az embert.